Nagyon őszinte leszek, én a múlt körben eléggé biztos voltam abban, hogy meg lesz ez az elsőkörös mandátum, már úgy értem, hogy az első körben, hanem is a mandátum, de mindenképpen a továbbjutás. Amikor láttam, hogy nagyon szoros a küzdelem a csak a választókörzeti szavazatokat nézve, akkor viszont már tudtam, hogy a bejövők, tehát a vendégszavazók, azok viszont meg fogják ezt fordítani, ez így is lett. Úgyhogy én most merőkabalából nem döntöttem el, hogy ha így, ha úgy. Én mindenféleképpen arra hajtottam, hogy minél többen menjenek el szavazni, meglátjuk. Van egy olyan terv, hogy ha megvan a mandátum, ha nincs meg a mandátum, akkor is neki kell fogni az MSZP megújításának. Ez mit jelent Szanyi Tibor szerint? Személyek, tervek, elképzelések? Hát én ezt már egy éve mondom, tehát nem újdonságot fogok mondani, hogy mindazok, akik a lejtőre rakták az MSZP-t. Mondjuk így, ez napnál világosabb, hogy nem más, mint az elmúlt egy-két év pártvezetése. Ők azt gondolom, hogy az akkor teszik a legjobban, ha testületileg félreállnak. Ez azt jelenti, hogy ringbe száll akár az elnöki posztért is, vagy meghatározó országos pártisztségért? Hát ez még nagyon messze van, mert először tisztázni kell a politikákat. Az mit jelent? Egy fél év vajudás lesz, amíg a különböző testületek nagyjából visszatalálnak a baloldali útra. Vannak szövetségesei párton belül? Nagyon sokan. Név szerint? Gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy úgy szövetségesemnek tudhatom a másod-harmad vonalt, akik eddig így most ebben a szakifejezésben ott voltak. Nagyon sok telefont kaptam, akik felajánlották a segítségüket, együttműködésüket, és én ezzel élni is fogok.